Sziasztok! Most megint megnézzük, hogy mi várható a következő 48 órában, onnantól kezdve, hogy rátok talál a videó, vagy rátaláltok ti a videóra. Megint lehet választani a cigánykártyapakliból, vagy a Lenormand kártyapakliból. Úgyhogy ha eldöntöttétek, akkor kezdjünk is bele. Úgyhogy először a cigánykártyapaklival kezdünk. Köszöntök mindenkit, aki a cigánykártyapaklit választotta, és megnézzük, hogy mi várható a következő 48 órában, mi az, ami megeshet valamelyikőtökkel, vagy mindenkivel, vagy legtöbbőtökkel, ezt mivel kollektív nem tudom megmondani, de lássuk. Mi várható a következő 48 órában? Azokkal, akik ezt a kártyapaklit választották. Mi várható a következő 48 órában? Wow, de gyönyörű! Kijött a bosszúság, a veszteség, a szerető, férfi, a szerelmes nő, és az utazás. És ugye a két szerelmes emberre mondtam azt, hogy wow, de szép, ilyen nagyon ritkán történik meg, hogy így egyszerre így ilyen kijönnek, de ez alapján én nekem az jön most, hogy előfordulhatnak viták, veszekedések, és nem is biztos, hogy egymással fog vitázni ez a két ember. Az is lehetséges, hogy a környezetükben lesznek olyan viták, amelyek valójában veszteséget okoznak a kettejük kapcsolatában. De hogy milyen jellegű, arra mindjárt rákérdezünk, illetve lesz valami gyors változás is, vagy mozgás, utazás egymáshoz, vagy külön-külön, de akkor nézzük is, hogy mire vonatkozik itt a bosszúság. Mire vonatkozik itt a bosszúság? Mit tudhatunk meg erről bővebben? Mi a bosszúság itt jelen esetben? Hát a szerencse az nem bosszúság. Kijött rá ugye a szerencse, a bíró, a féltékenység, a gondolat és a remény lapja. És hát a vitákat valójában az okozhatja, hogy lehetnek itt olyan gondolatok, ami a reményekre, leginkább a férfi reményeire vonatkoznak, de ezek a gondolatok tulajdonképpen félelmek is lehetnek, hogy a reményei nem teljesülnek. És elképzelhető, hogy jelen esetben a férfinak egy olyan döntési helyzetben van, vagy döntést kellene hoznia, amelyiktől fél. Fél meghozni ezt a döntést, fél egyáltalán rágondolni, ugyanakkor meg a remények, a vágyak, amik benne vannak, azok nagyon is arra ösztökélik, motiválják, hogy na gyerünk, menjünk már előre. A szerencse lapjával azt gondolom, hogy itt arra akarnak a lapok rávilágítani, hogyha képes meghozni ezt a döntést, akkor az végül is szerencsével fog járni, és lehet, hogy utána itt ez a veszteség lapja tulajdonképpen azt jelenti, hogyha meghozza a döntést, akkor a viták, veszekedések
egy idő után kifulladnak, elmúlnak, és nem kell velük törődni. Lássuk, hogy hová visz ez a kocsi. Milyen utazásra visz ez a kocsi, kit visz ez a kocsi, mi ez az utazás, költözés, vagy csak munkába járás, vagy mire vonatkozik itt az utazás? Kijött rá az üzenet, a szerencsétlenség, az ellenség és az ajándék lapja. Még egyet kérdezek, hogy hová. Nekem most ebből az jön, hogy lesz itt kommunikáció, amelyek nem túl szerencsésen fognak alakulni, vagy más esetekben nagyon is tüzes kommunikációk lesznek. Én azt gyanítom, hogy itt a szerelmes pár között lesznek ezek a szenvedélyes kommunikációk, írásban, szóban, telefonon, személyesen, bármilyen módon lehetséges. És az ellenség lapjával tulajdonképpen a múltnak az árnyékát vetítik elő ezek a lapok. Amikor még nagyon magányos volt a férfi, és hogy még nem tudja magát túltenni ezen a jelenlegi helyzetben, nem tudja magát túltenni a saját múltján, a saját korábbi életén. Ez most vonatkozhat ebben az életében a korábbi életszakaszaira, de elképzelhető egyes esetekben, hogy vonatkozhat ez korábbi közös életekre is, és mint karma jelenik meg itt, hogy megküzd magával, főleg a férfi a karma ledolgozásán, a közös karmájuk ledolgozásán, illetve úgy a közös karmájuk, hogy egymással szembeni adósságaikat kellene törleszteni, és ennek az adósságtörlesztésnek a megvalósítása okoz számára rengeteg belső küzdelmet, rengeteg belső vívódást, amelyiknek része az, hogy ő egyedül legyen, magányos legyen, és ezért lehetséges az, hogy a szerelmes nő, tehát a női főszemét, azt most a férfitól elviszik a lovak, és nem felé. Mert a férfinek itt most önállóan van dolga magával, és azt meg kell oldja, mielőtt ezek a lovak megfordulnak, és egymás felé viszik. Tehát én azt gondolom, hogy ebben a következő 48 órában ez a páros, akik itt megjelentek, az ő legfőbb feladatuk az, hogy az egymással szemben fennálló adósságaikat azt rendezzék, és utána van lehetőség arra, hogy jó irányba haladjanak a dolgaik. Jó, akkor ez volt az első pakli, és akkor lássuk a második paklit, hogy akik a Lenormand választották, nekik mit mond a kártya. Sziasztok, akik a Lenormand kártyát választottátok, nektek megnézzük, hogy mit mondanak a lapok a következő 48 órára, mi várható a számotokra. Lássuk is.
48 órában mi várható azok számára, akik ezt a kártyapaklit választották? Mi várható a számukra a következő 48 órában? És kijött a levél, a kulcs, a horgony, az útkereszteződés és a gólya, ami azt mondja nekem, hogy lesz egy kulcsfontosságú beszélgetés, egy kulcsfontosságú kommunikáció, egyeseknél szerződés, amely egy lehorgonzást, egy megállapodást eredményez. Például ugye a szerződésnél az egy hosszú távú, tehát lehet egy akár egy munkaszerződés, de egy adásvételi szerződés is. De más esetekben, ha kapcsolatról beszélek, akkor viszont a kulccsal egy megoldás kulcsát magába foglaló beszélgetés, kommunikáció az, aminek nagy esélye van a következő két napban. Ugyanakkor elképzelhető, hogy ez a beszélgetés, ez a szerződés, ez olyan helyzetet teremt, ami nem teljesen egyértelmű. Lehet, hogy lesz egy olyan változata, ami jobb, mint a másik, mert a végén a gólya lapjával én nekem az jön, hogy egy pozitív új kezdet indulhat el, vagy nem csak új kezdet, hanem egy pozitív új életszakasz, vagy új hónap, hét. Tehát mindegy, úgy új munkahely, nem kell ilyen nagyon nagy dolgokra gondolni, ez lehet egy ilyen kis apró, de újszerű dolog az életben, és mielőtt ez elindulna, előtte el kell dönteni, mondjuk, hogy jobbra menjek, vagy balra menjek. Nem tudom, hogy melyik a rövidebb, nem tudom, hogy melyik a jobb, de azt mondja a gólyalapja, hogy végül is teljesen mindegy. Legfeljebb több időt töltesz úton, de mindenképpen jó eredményre számíthatsz. De akkor most nézzük meg, hát ha megtudunk valamit arról, hogy mi lehet itt ez a levél. Mi az a levél? Szerződés? Kommunikáció? Vagy mi lehet itt a levél? Mit tudhatunk meg a levélről? Egy hír lesz. Igen, mit tudhatunk még? Mit tudhatunk még? Még mit tudhatunk? Nagyon érdekes, mert kijött a hírnök, a madarak, a női főszemély és a férfi főszemély. Tehát én úgy gondolom, hogy egy páros között lesz itt nagyon fontos kommunikáció, egy olyan kommunikáció, aminek az alapja egy olyan hír, amit most tud meg valamelyikőjük, vagy akár mindkettőjük most jut a tudomásukra, de tulajdonképpen eddig már pletyka szinten valahol ott volt a levegőben, és ez a hír számukra egy megoldási lehetőséget rejt. De lássuk akkor, hogy mit jelent itt a horgony. A horgony jelenti a hajót és a tornyot. A hajó és a toronnyal, mondjuk a horgony, én nekem azt jelenteni, hogy hát egy olyan bezárkózáshoz vezet ez az utazás, amely egy lassú út lesz, de bezárkózáshoz vezet.
és kizárkózik be, vagy milyen bezárkózás ezzel a börtönnel, megnézzük. A házba zárkóznak be. Hát tulajdonképpen kijött rá ugye a ház és a falapja. Ettől rosszabb bezárkózás azért ne történjen senkivel, mert ez azt jelenti, hogy ők ketten, ha megtalálják a megoldás kulcsát ennek köszönhetően, ennek az új információnak vagy hírnek a köszönhetően, akkor lassan, de biztosan ők behajóznak egy toronyba, ami tulajdonképpen az ő stabil alapokon nyugvó, biztos, biztonságot adó közös otthonukba viszi őket, és én azt gondolom, hogy ettől szebb dolog nem is kell, mint hogy két szerető ember szép lassan behajózik az ő közös, stabil otthonába. Jó. De lássuk, hogy mit jelent itt ez az útkereszteződés, ha már egyszer behajóznak a közös otthonukba. Mit jelent az útkereszteződés? Kijött rá a koporsó és a nap. És ezzel én azt gondolnám, hogy mielőtt megtörténik ez a stabil otthonba megérkezés, előtte nekik olyan feladatuk van, hogy le kell zárni dolgokat. Mit kell lezárni, rákérdezünk, mert hogy a koporsóval valamit végérvényesen be kellene fejezni. Mit kell lezárni? Hát nem mondják meg a lapok, mert ugye a könyv és a felhővel, a könyvvel az jön, hogy olyan dolgokat kell nekik lezárni, ami hát ebben a ami feladatuk volt, hogy meg kell oldani, életfeladatuk, de ez még, ezt nem árulják el, ez titokban van. De amint megoldják ezt a feladatot, akkor onnantól kezdve ugye a felhőnek a világos oldala, tehát szépen elkezd átsütni rajta a nap, és ugye egyébként itt előzőleg meg ki is jött a naplapja, tehát hogyha megoldják ezt az életfeladatot, ami azt jelenti, hogy le kell zárni valamit, akkor utána kisüt számukra a nap, és elkezdődik ez a csodás új kezdet, amit itt a gólyalapja is mutat, és a naplapja pedig biztosítja azt, hogy tényleg nagyon szép új fejezet indulhat az ő életükben. Nem tudom, hány ember számára lesz ez igaz. Nagyon megköszönöm, hogyha jelzitek mondjuk 2 nap múlva, 3 nap múlva. Azt azért ne várjátok, hogy ez 2 nap alatt tényleg mind meg is történik. Én inkább arra tippelnék, hogy megérkezik az a hír, ami a megoldás kulcsát magában foglalja, vagy megérkezik az a pletyka mondat, ami alapján el lehet indulni ennek a férfi és nő párosnak a megoldás útján, és mint ahogy mutatja a hajó is, hogy azért egy hosszú utazás eredményeként juthatnak el. 3 helyen is megjelent a hajó, mert ugye egyrészt ugye a hajóba, itt is van egy hajó, itt is van egy hajó, tehát én azt mondanám, hogy 3 év alatt valósulhatnak meg ezek amiről beszéltem, hogy megoldják a problémát, megtalálják a megoldás kulcsát, megoldják azt a problémát, azt a feladatot, amit rájuk ruházott az élet, mondjuk, és szép lassan eljutnak abba
a biztonságos, stabil otthonba, ahova vágynak, és ezzel indulhat el az új fejezet. Én köszönöm, hogy itt voltál, megnézted, köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, és tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy kik lesznek azok, akik ez rezonálni fog, hogy eszükbe jut-e, amikor majd már beindulnak az események, és visszareagálnak ezekben a dolgokban. Köszönöm szépen, és minden jótoknak nagyon sok minden jót kívánok. Sziasztok!